elhagyná a klasszikusokat, és azt tanítaná, ami a diákoknak is tetszik. Erről beszélt korábban egy középiskolai tanár, szerinte a kötelezők listáját szűkíteni kellene, és az egész rendszert megreformálni. Lehetséges-e mindez, mit szólna hozzá a tanárok társadalma? Rövid összefoglalat követően Arató Lászlóval folytatjuk. Az irodalomtanítás az tényleg az irodalomról szóljon. Jókait és Bánkbánt levenném a kötelezők listájáról, nyilatkozta korábban a Magyar Tanárok Egyesületének alelnöke. Fenyődi György nem csak a kötelező olvasmányok listáját szűkítené, de sokkal inkább a jelenkor műveit ismertetné meg a diákokkal. Hozzátette, 50-60 évvel ezelőtti műveket ismernek legújabbakként a mai fiatalok. A legfőbb problémát az életkorban véli felfedezni a pedagógus. Egy középiskolát kezdő diáknak ugyanis nem az ókor műveivel kellene rögtön találkoznia. Fenyő a saját példájából merítve kiemeli, soha nem adja le ugyanazt a listát két osztálynak, és szívesen bevonja a gyerekeket is a döntés folyamatába. A tanár kiemelte, most a figyelmes és elmélyülő olvasást kell megtanítani. Magyar Tanárok Egyesületének elnök Arató László a vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadtam megkívánásokat. Hát nagy vonalakban egy hónappal ezelőtt találkoztunk itt a stúdióban, akkor a magyar érettségről beszéltünk, de ez egy visszatérő, rendszeres téma. Arató úr, nem mindig önt hívjuk meg a kötelezőkkel kapcsolatban. Egy valamit leszögezhetünk, hogy ezen a téren jelentős reformra van szükség? Igen, de hagyd mondjam el az alkalmat, ami miatt beszélünk. Na, mert ez egy fontos dolog, hogy ez a szokásos média izgalommal ellentétben egy komoly tudományos rendezvény, amit a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottsága szervezett velünk a Magyar Tanárok Egyesületével, annak a programnak a keretében, vagy annak a törekvésnek a keretében, hogy az akadémia úgy tűnik, hogy jobban oda kíván figyelni, és aktívabban kívánja befolyásolni a közoktatásbeli történéseket. Plé Csaba, ennek az elnöki bizottságnak a vezetője kezdeményezte ezt a dolgot, az egyesülettel közös szervezést, és az irodalmi és nyelvi szakosztály, azt hiszem, hogy elnök helyettese Dávid Házi Péter, a nagyszerű irodalomtudós volt a másik vezetője ennek a dolognak. Tehát a kontextus fontos volt. Nagyon beleállt az akadémia most ebbe. Nagyon. Azért is említettem. Ezt többször el is mondta, hogy itt a stúdióban, hogy ez kell is, ez a vonal. Írták azt a levelet, nagyon kritikus levelet, nem is örültek neki sokan. Azért említem, mert hogy ez, tehát hogy mi évek óta, már a Magyar Tanárok Egyesületre napirenden tartjuk ezt a témát, de ez egy más szintje ugyanennek a kérdésfelvetésnek. Na most, amivel kezdődött a dolog, azzal mi mélyen nem értünk egyet, hogy a klasszikusokat felejtsük el. Uh-huh. Itt inkább csak arról van szó, hogy lehet, hogy kevesebb klasszikust kell tanítani, és kortársakat, és lehet, hogy a sorrendjét annak, hogy mikor mit tanítunk, változtatni kell, hogy lehet, hogy a nehezebb klasszikusokat kicsit később kell tanítani, és az egyik fő üzenete az volt a konferenciának, hogy hát sokféle iskola van. És az egyik iskolában egy régebbi kánonhoz jobban lehet ragaszkodni, mint mondjuk egy gyöngébb gimnázium, vagy egy gyöngébb szakiskolában. Az olvasásra nevelés alapvető feladat, de itt 5. és 8. között egészen más a helyzet, mint hogy mondják ezt 9. és 11. között. Tehát, hogy 5. és 8. között nagyon fontos, hogy egy gyerek olvasson. És igenis populáris irodalmat, meg jó minőségi ifjúsági irodalmat is többet kellene vele olvastatni, mert a döntő dolog az, hogy sokat olvasson, viszont jó olvasóvá váljon. Viszont olyan érdekes, amit mondott, hogy lehet, hogy a sorrendet kell megváltoztatni, nem feltétlenül kidobni mindent az ablakon. Most csinálok az értő olvasásról egy nagy kampányt, és a Brain zenekar frontembere, sztárokkal dolgozom, MC Colombo mondott egy olyan érdekeset, azt mondta, hogy könyvet jobban nem utált, mint a Pál utcai fiúkat, amikor tanulnia kellett. 26 évesen végigbőgte az egészet, és újraolvasta. Tehát, hogy olyan mértékben hatotta meg, lényegesen később, mint amikor ezt el kellett olvasnia, hogy nem, szerencse volt, hogy kezébe vette a rossz egykori. Igen. Pedig a Pál utcai fiúk az még a népszerűbb kötelező olvasmányok közé. Még az olvasmányos. Tehát annak sokkal nehezebbek vannak. Meg igen fontos dolog, hogy nem lehet minden magyar iskolában mindenkinek minden kötelező olvasmányt megtanítani. Tehát van lehetőségük eltérni tőle egyébként a törvény alapján? Dobhatnak ki ma az ablakon? Részben nem. Tehát az egyik iránya az volt a dolognak, a tegnapi beszélgetésnek, meg előadásoknak, hogy
hogy vagy egy korábbi tanulság is, hogy egyszerűen sajnos választani kell, hogy melyik művet tanítjuk meg alaposan. Nem lehet egyszerre minden magyar iskolában a Bánkbánt is, az ember tragédiáját is, a Csongoris Tündét is megtanítani. Tehát el kell sajnos dönteni, hogy melyik az, amit tanítunk, mert ugye arról van szó, hogy komolyan meg legyen tanítva a dolog, hogy a gyereknek élményt jelentsen, hogy a szöveget megértsük, hogy nem csak tandumát olvassunk és tanuljunk a műről, hanem magával a művel lépjünk valami eleven, értelmező, a mi életünkkel is kapcsolatot teremtő viszonyba, ahhoz több idő kell. Tehát... Na de most azoknak a pedagógusoknak, bocsássam meg a számára, akik nézik ezt a műsort, és esetleg nincsenek azzal tisztában, hogy mennyit szabad megtenniük, elhagyniuk, mekkora a szabad mozgásterük, főleg ugye a központosítás óta, az önök alelnöke Fenyő D. György, a Radnóti tanára mondta azt, hogy lehet, hogy botrányosan hangzik, hogy kimarad a Bánkbán, de kihagytam. Aztán pár jelentet megtanítottam belőle. Ki lehet hagyni? Elvileg és formailag nem. Tehát itt kettő dologról van szó. Az egyik, hogy valójában a falak azok messzebb vannak, mint ahogy képzeljük. Tehát egy csomó ponton a tanárokban nagyon erős tehetetlenségi nyomaték működik. Tehát annál nagyobb a szabadságunk, mint ahogy érzékeljük, mert több a választási lehetőség. Tehát például a légi mitaláligat azt nem muszáj tanítani. A másik oldal az, hogy a szabadság növelésért küzdeni is kell, mert a szabályozó dokumentumok, a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettanterv, az bizony 2014-12 óta jobban korlátoz és részletesebben ír elő, mint ahogy ez szükséges is, mint ahogy korábban volt. Tehát két törekvésről van szó. Élnünk kell a most is a képzeltnél nagyobb szabadsággal, másrészt növelni kell a szabadságot, valamint ezért nagyon fontos, hogy a szabadsághoz segítség kell. Tehát, hogy olyan anyagok, programok, taneszközök kellenek, jó minőségűek, amik a tanárnak ezt a teljesen hagyományos, kronológikus és extenzív közelítését az irodalomnak fellazítja, de nem a semmibe, a káoszba vezeti, hanem olyan anyagokat ad a kezébe, meg olyan ötleteket, amivel a gyerekek tényleg úgy tudnak olvasni klasszikusokat és kortársakat, hogy ezt élvezzék, és hogy olvasóvá váljanak, illetve olvasók maradjanak. Én pont azt akartam mondani, hogy ugye folyamatosan az oktatásról beszélünk, a közoktatásról, a pedagógusokról. Nem olyan műfaj ez alapvetően az olvasás, hogy ezt otthonról hozza egy adott gyerek, vagy otthonról hozza a gyerek? Hogy elsőként mesélünk, nem? A gyerekeinknek. Már amikor akinek pici. Mesélnek, ez a Na, de azt mondom, akkor ő elkezd érdeklődni, hogy de jó, mert amikor már megtanult valamelyest olvasok, adják a kezébe. És így kell megszerettetni az olvasást. Jó, ebben igazad van, de a közoktatás missziója az egyenlőtlenség csökkentése és feladata. Tehát akinek nem olvastak, azzal is meg kell szerettetni az olvasást. Szerintem is alapvető, hogy otthon mi történik az iskola előtt, hogy olvasnak-e a gyereknek. Ezt csak kérni lehet a szülőktől, de hát ez egy bonyolult dolog. Meg egyébként most gondoljunk bele, oké, Bánkbán, adod az egri csillagot, egy csomó kérdést feltesz egy gyerek, hogy ezek a kifejezések amúgy mit jelentenek. Egy jó tanárnak ez a kutya kötelessége, Arató úr, hogy megszerettesse. Tehát, hogy a tanároknak egy jelentős része sajnos olyan, hatodik osztályos a gyerekem, figyelj, megtanítatják vele a verszi bárdokat, azt megkérdezett tőle, hogy egyébként úgy mit szavaltál el, és nem tudja elmondani. Igen, nagyon gyakran van ez a helyettanítás, hogy nem a mű szövegével lépnek párbeszédbe a gyerekek, hanem vagy az életrajzot tanítják, vagy a kivonatát a könyvnek, vagy tanulják. Most vissza szeretnék tenni arra, hogy hol kell, tehát hogy mi a mindennapi olvasás viszonya, és az iskolai olvasás viszonya. Igen. Most itt két élesen különböző álláspont van, különösen a gimnáziumi tanárok körében. Van egy elitista szemlélet, amely azt mondja, hogy a gyerek tud olvasni, én azzal foglalkozok, aki tud olvasni, és annak klasszikusokat is csak klasszikusokat tanítok. Nem Ezzel szabad. Szemben azt gondolom, hogy ha sok olvasót akarunk, és nem csak az elittel foglalkozunk, akkor jobban oda kell figyelni a diák befogadó igényeire. Na, jöjjön vissza, mert ezt a témát még tudjuk azért folytatni egyelőre. Köszönjük szépen, hogy itt volt.